Sziasztok! Fenrir vagyok, és elég nagy hírek vannak máma a Total War franchise kapcsán. Ezen a héten amúgy is készültem volna még, és meg is van az a videó, és le is fogom majd adni, ahol a Tomb Kingsekről, mint az eddigi híreikről szerettem volna beszélni, de ami ennél is fontosabb, az az, hogy a Creative Assembly a mai nap, legalábbis nekem mai nap, bejelentette a következő Total War játékot, és egy olyan Total War-t, amire én nagyon vártam, és nagyon sokan vártak abban az érában, amit nem hittem volna, hogy meg fognak lépni. Azért, mert egy nagyon nis éra, egy olyan éra, amit kb. Senki nem ismer, hogy is mondjam így nyugaton, ez pedig a Három Királyság érája, ez a kínai történelem. Nem is tudom, hogy mit mondjak, szerintem nézzük meg ezt a trailert, mert még nem is láttam, nem ismertem megnézni, ezek lesznek az első reakcióim. Valószínűleg itt nem látunk gameplayt, tehát nem fogunk látni gameplayt. Ez egy cinematic trailer lesz, sajnos ennyit már leszpoilerezett nekem ez a trailer, legalábbis a kép alapján, hogy Ganyu benne van. Ganyu az a, mondhatni a kínaiaknak az egyik ilyen harcos védőszentje, relatív sok ilyen kínai generális valószínűleg meg fog jelenni, aki játszott Tadó Dynasty Warrior-ökkel, azoknak ismerős lesz sok mindent. Szóval Lu Bu, Ganyu és hasonlók, szóval szerintem indítsuk is el ezt az egészet, nézzük. Hú, jaj, na nézzük. Most kb. Olyan izgatott vagyok, mint annó a Shogun Total Warnál. Jaj, de vár! Ahahaha. Nagyon jó lesz. Shadows grow ever darker. Ambition corrupts the future. And harmony shatters in the flames of turmoil. Látom, nagyon sokat átvettek a Total War-os ilyen, mint a Warhammer-ös stílusból a cinematikoknál. Igen, ez egy nagyon fontos momentum, amikor Ganyu, legalábbis ez a három testvér, tehát ilyen testvériséget fogad meg. Ez a három dinasztia. Most így hirtelen nem akarok belemenni, mert erre nincs idő, de ami a lényeg, hogy szuper. Nagyon rá fognak menni a hősökre, a kínai dinasztiáknak a nagy hőseire. Ez egy Dynasty Warrior-szerű Total War, tehát hogy a hősök milyen fontosak lesznek. Jaj, én már látom előre. Three Kingdoms, három királyság. Super. Fantasztikus. 2018 telén, ebben az évben széjjel lesznek a Total War rajongók kényeztetve. Tehát, ugye jön a Britannia, akkor jön a különböző fajta DLC-k a Total War Warhammer-höz, akkor jön a Three Kingdoms. Őszinte leszek, nem hittem volna, hogy történelmi Total Warért következőleg fogok rajongani, vagy hogy érdekelni fog egy következő történelmi Total War. Már csak azért sem, mert eléggé ellaposodott maga az éráknak a választása, amiket a Creative Assembly választott az elmúlt időszakban, véleményem szerint. Tehát nagyon sokszor ismételgették az érákat. Tehát én a Shogun 2-nél teljesen rendben voltam vele, mert imádom az ázsiai történelmet, imádom a Sengoku érát, a Sengoku Jidai éráját, ugye az 1550-től 1602-ig, tehát japán érát, akkor szerettem egyébként magát a medivalokat is, tehát félreértés ne essék, én imádtam a medivalokat. Maga a Róm is egy nagyon fontos, tehát az ókort is szeretem, tehát az ókori hadviselést, de úgy éreztem, hogy azután a Creative Assembly, miután elment az Empire, Napóleon, után nem igazán tudta, hogy mit csináljon, főleg a Róm 2-nek a nem túl sikeres
felfutása alatt az Attilával se tudta, hogy igazából úgy mit kezdjen, és ez okozta azt, hogy kellett egy kis kreatív breaking nekik, és láthatólag ezt akár hiszitek, akár nem, ezt valóta Total Warhammer hozta meg, hogy új és kicsikét felfrissítettebb csapattal álljanak neki a Total War Three Kingdomnak. Még nem igazán néztem utána az információknak, a mai nap valószínűleg nem is lesz időm erre, de annyi legyen elég, hogy az biztos, hogy a Három Királyság érájában megyünk vissza, ami a időszámításunk, hogy is mondjam, előtti 190-től kezdődik, azt hiszem, és ez egy olyan éra, amikor tényleg rengeteg kínai dinasztia háborúzik egymással. Ez az leghíresebb időszaka Kínának, tehát amikor a Han dinasztia harcol, és akkor olyan hősök emelkednek ki, mint például Dong Zhuo, akkor Guan Yu, és ez hasonló hősök. Illetve még volt néhány olyan hős, aki megjelenik ebben az érában, mint Hakufu Sunsaku. Szóval rengeteg különböző fajta hős lesz. Őszintén szóval nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az összes kínai dinasztiában ezek a hősök meg fognak jelenni, mert jó részük csak legenda, mint létező alak. Tehát egy-kettőnek a létezését nem feltétlenül igazolták, de ilyenek a Ganyu, meg Dong Zhuo, ezek biztos, hogy bent lesznek, és ezek a generálisai lesznek a különböző fajta dinasztiáknak. Tehát itt dinasztiák fognak háborúzni. Ez egy nagyon színes korszaka Kínának, valószínűleg óriási terület lesz az, amit kapni fogunk kampánytérkép, változatos harcmodor is lesz, tehát rengeteg fajta harcmodor fog visszaköszönni, tehát lándzsás, lovassági, íjászok, kardos, hibrid, tehát rengeteg fajta, várostromokra is számíthatunk, teljesen biztos vagyok benne, ugyanis ekkoriban már olyan harcokat vívtak, olyan hadviselés folyt, ami magát az európai kontinens körülbelül majd csak időszámításunk szerint majd olyan 1000 és 1200 körül éri el. Tehát ezek a fajta ostromok, ezek a fajta hadviselés, tehát az ostrom és a különböző fajta bonyolultabb hadistratégiák, óriási embereket felvonultató hadviselések, ezek Kínában már akkor léteztek, szóval nagyon kíváncsi leszek erre az egészre. Hogy hogyan oldják meg. Maga a periódus még nem tiszta, tehát az, hogy mettől meddig fog tartani, és hogy mettől meddig lesz, kik lesznek az irányítható dinasztiák. Én sem vagyok teljesen biztos benne. Hogyha most nagyon akarnám, akkor fölmennék a Dynasty Warriors wikire, és megnézném, hogy kik voltak ebben az időszakban a nagy dinasztiák, és már előre tudnánk, hogy kikre lehet számítani ebben az időszakban. De a Three Kingdoms, ez a következő Total War, gyerekek, irány Kína. Egy-két ember biztos, hogy szomorú, mert szerettek volna valószínűleg modernebb hadviselést, mint mit tudom én, például első világháború, második világháború, de ez nagyon komoly engine váltás kellett volna, és szerintem a Creative Assembly még mindig nem állt készen arra, hogy szerintem az engine-t leváltották ettől függetlenül, szerintem a Three Kingdoms-ban már új engine van, ahogy hallottam a tervek szerint. Viszont szerintem maga Creative Assembly még nem áll készen arra, hogy teljesen átdolgozza a Total War franchise-ot, nem áll készen arra, hogy elrugaszkodjon magától a közelharc orientált, illetve az alakzatban lévő hadviseléstől, és átálljon egy olyanra, mint például egy modern hadviselés. Például az első világháborúnak az árokharcait, illetve csatáit nem igazán lehetne ezzel az engine-nel és ezzel a fajta szabályokkal, amik a Total War-ban benne vannak, megvalósítani. Viszont a Three Kingdoms Total War tökéletes, innovatív lépés annak tekintetében, hogy egy újabb történelmi Total War-t hozzunk, de olyan módon, hogy tanuljunk abból is, amit a Total War Warhammer-be raktunk. Valószínűleg a hősrendszerek, a fejlődési fák a Total War Warhammer-ből át fognak jönni, és véletőleg magát a fantasy aspektusok, mivel nem fognak megjelenni, valószínűleg ezeknek a helyére becsúsznak komolyabb politikai, illetve családfás dolgok, mint ahogyan az eddigi Total War-okban voltak, legalábbis ebben reménykedem, és minden, ami volt, ezeken a részeken kiegészítik, szóval maga az, amit a fantasy részleg kivenne, tehát a hihetetlen sok modell, amit ott csinálni kellett, szerintem azt most a környezeti és taktikai harctérre fogják fordítani, tehát valószínűleg nem lesz olyan unit variáció, mint például amilyen volt a Total War Warhammer-ben lévén, ott fantasy unitok voltak, de ezt az energiát remélem most a várostromokra fogják fordítani,
a jó nagy csataterekre, mert kelleni fognak azok a jó nagy csataterek nekünk, akkor olyan telepekre, ahol különböző fajta stratégiai pontokat lehet védeni, ahogyan magában Kínában is nagyon változatos a terep, tehát hegyektől a mocsaras területeken át, akkor a bambuszerdős területeken keresztül egészen a külsivatagokon át, tehát Kína nagyon változatos. Tehát, hogyha megnézitek a topográfiáját Kínának, brutálisan változatos Kína, ezért szeretném azt, hogy ez mind legyen jelen ebben a Three Kingdomsban, és minden fantasy elemet, ami volt, ezek helyettesítsék, de úgy, hogy megtartsák azt a generális rendszert, azt a hősrendszert, ami benne volt már a Total War Warhammerben, és így sokkal személyesebbek legyenek a generálisaink, és akár maguk a unitjaink is fejlődjenek, és akár olyan dolgokat is behozzanak, mint például a veterán system, ami kicsikét olyan lenne, mint az eddigi veterán szisztemek, hogy még értékesebbek legyenek ezek, elismertebb unitok legyenek egy idő után, hogy még különlegesebbnek érezzük ezeket a saját egységeinket, de ezek most csak mind álmok, amint lesznek bőbb információk erről a játékról, a csatornán közölni fogok egy összefoglaló erejéig. Én nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, nem hittem volna, hogy egy újabb történelmi Total War-nak fog körülni, de örülök neki, örülök, hogy bejelentették, örülök, hogy ebben a korszakban van. Én Ferrier voltam, találkozunk legközelebb, sziasztok!